5 év fegyházbüntetés, első fokon ítéletet hozott a nyíregyházi törvényszék a Máté Szalkai emberölési kísérlet vádlottja fölött. Adomány a kórháznak. Több mint 500 000 forint értékben 15 hűtőszekrényt adományozott a Jós András kórháznak az Electrolux. Átadták a jégkorcsolya pályát, délelőttönként a gyerekek ingyen használhatják a kisvárdai kori szigetet. Öt év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék a Máté Szalkai emberölési kísérlet vádlottját. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ítélet nem jogerős, a vádlott feltételes szabadlábra nem bocsátható, ezen kívül köteles megfizetni az eddigi több mint 317 000 forint bűnügyi költséget is. A vádlott egy törvényellenes bűnelkövetői csoport tagja volt, amely 2014. november 10-én este megtámadott egy Máté Szalkai lakost. A vádlott megismerkedett egy börtönviselt küzdősportokban járt a személye, aki nagyrészt törvényellenes bűnelkövetői csoportot szervezett. Ehhez a szervezethez tartozott a vádlott is. 2004-ben a csoport vezetőjét megkereste egy ismeretlen személy, hogy tekintélyével nyújtson segítséget a csengersimai határátkelő helynél folytatott, illegális cigarettakereskedelemben kialakult piaci helyzet megvédéséhez. A sértettet többször eredménytelenül megfenyegették, majd egy csapatot szerveztek, hogy befenyítsék. A vádlott és társai a kerítésen átmászva bementek a lakóház udvarára, majd a bejárati ajtót ütötték, rúgdosták. A sértett számon akarta kérni a támadóit, és ekkor a vádlott és egyik társa több lövést adott le. A házban volt a sértett családja is, gyermeke és unokái. Nekik kezdett el kiabálni segítségért, hogy hívják a rendőrséget. Ekkor menekültek el a csoport tagjai. A sértett 8 napon túlgyógyuló lőtt sérüléseket szenvedett. Ez még 2014. november 10-én történt Máté Szalkán. A nyíregyházi törvényszék hétfő délelőtt hozott elsőfokú ítéletet. A vádlott bűnös, emberölés büntetőjének kísérletében, mint bűnsegéd. 1978-4-es törvény 166 szakasz egybekedés, kettőbekedés, kisebb pontja. Ezért a bíróság, mint bűnszervezetben elkövetőt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A vádlott feltétel szabadságra nem bocsátható. A szabadságvesztésbe beszámítja a vádlott által 2014. július 18 napjától 2015. április 16 napjáig előzetes fogvatartásban és 2015. április 17 napjától 2017. október 18 napjáig házi őrizetben töltött időtaként, hogy egy napi előzetes fogvatartásban töltött idő egy napi szabadságvesztésnek, míg 5 napi házi őrizetben eltöltött idő szintén egy napi szabadságvesztésnek felel meg. A bíróság nem látta indokoltnak a vádlottal szemben hosszabb tartomú szabadságvesztés kiszabását, mivel az nem bizonyított, hogy a lövéseket ő adta le, vagy csupán bűnsegéd volt. Továbbá azt is figyelembe vette a bíróság, hogy a vádlott büntetlen előéletű. A nyomozás során lefoglalt. A tárgy nyilvántartás 77-ben 2015 tételszám alatt nyilvántartott, de az iratok között kezelt, a bűnjeljegyzéken egy sorszám alatti egy darab DVD-lemez lefoglását megszünteti, és az adathordozónak a nyomozási iratok részeként történő kezelését rendeli el, míg a kettő sorszám alatt kezelt nevére kiállított ZJ 426-778 számú útlevelet megküldei rendeli a kiállító hatóságnak, a BM központi hivatalnak. Köteles vádlott megfizetni az eddig felmerült 317 070 forint bűnügyi költséget az államnak, a nyíregyházi törvényszék gazdasági hivatalának felhívásától számított 15 napon belül. A csoport többi tagjával szemben korábban a fővárosi törvényszék és a debreceni ítélőtábla már ítéletet hozott. Az ítélet nem jogerős, az ügy és súlyosbításért a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Keresi a nyíregyházi rendőrkapitányság a pénteki rablás elkövetőjét. December 15-én 15 óra 45 perckor a Korányi Frigyes út 18 szám alatti nemzeti dohányboltot rabolta ki egy eddig ismeretlen férfi. Az elkövető az eladót fegyverrel vagy annak utánzatával megfenyegette, majd néhány 100 000 forint készpénzzel távozott. A rendőrségnél folyamatos az adatgyűjtés az elkövető mielőbbi elfogása érdekében, ezért arra kérik a lakosságot, hogy jelentkezzenek azok, akik az említett dohányboltban vásároltak december 15-én pénteken 15 óra 30 és 16 óra között. Ezt megtehetik személyesen vagy telefonon.
Árad a Tisza teljes hazai szakasza olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján. A folyó a duzzasztásmentes szakaszokon, Tiszabecsnél alacsony, alatta közepes a vízállás. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje is befolyásolja. Vásárosnamény és az országhatár között több mint 87 kilométeres szakaszon elsőfokú az árvízvédelmi készültség, Tiszabecs és Tokaj között pedig már másodfokú. 15 darab hűtőszekrényt adományoz több mint 1 millió forint értékben az Electrolux nyíregyházi gyára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháznak. A multinacionális cég az elmúlt években is segítette a kórházat, kiemelkedő a társadalmi felelősség vállalása, hangzott el a kórház sajtótájékoztatóján. Ilyen kombi hűtőszekrények kerülnek a József András Oktatókórház osztályaira az Electrolux jóvoltából. A cég nyíregyházi gyára idén is karácsonyi ajándéknak szánta az intézménynek a korszerű gépeket. Az Electrolux már több mint 10 éve nyíregyházán működik, és több mint 1000 embernek biztosít stabil munkalehetőséget a cég, mondta el Alessio Bonfanti, gyárigazgató, aki hozzátette, a cég szeretné, ha tudnák a nyíregyháziak, miért vannak itt és miért dolgoznak. A korszerű és új gépek jó helyen lesznek a kórházban, hiszen mindig van mit megújítani, mondta el az intézmény főigazgatója. Ezekre a modern hűtőkre lecserélhetik az esetlegesen meghibásodottakat vagy elavultakat. Ezek a hűtőgépek a kórházunk egész területére, azért fogalmazok így, hogy kórtermekbe, raktárakba, gyógyszertárba, ahova éppen szükségeltetnek. Ezek nagy teljesítményű, nagyon új gépek, és hát nagyon örülünk nekik, hisz itt nagy forgalom van, és nagyon sok amortizáció is következik be, úgyhogy ezeknek a pótlására fogjuk ezt fordítani. A kórház több nyíregyházi telephelyű multinacionális céggel is jó kapcsolatot ápol, emelte ki a kórházigazgató, megköszönve a mostani adományt. Elmondta, a kórház igyekszik kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy minél hamarabb gyógyulhassanak a cég alkalmazottjai, ha esetleg bekerülnek az ellátórendszerbe. Megnyílt a jégkorcsolya pálya Kisvárdán. A helyi önkormányzat és az Alkossunk Várost Alapítvány közös munkájának eredménye a Kori sziget, amelyet délelőttönként ingyenesen használhatnak a gyerekek. A pálya február végéig működik majd a vár mellett. Kisvárdán nagy hagyománya van a sportnak. A város sportlétesítményeivel lehetőséget ad a különböző sportágak fejlesztésére. Most már a jégkorcsolyázni vágyók is hódolhatnak kedvenc sportjuknak, ugyanis a vár előtti területen egy kori sziget épült. Öröm azért is, hogy ez összefogás eredménye a város, illetve az Alkossunk Várost alapítvány, aminek a lényeg az, hogy közösen építettük, közösen vállaljuk a működtetését, és a gyerekeink használhatják délelőtt ingyen, délután pedig már fizetni kell a korcsolyázásért, és így eljöhetnek gyerekek, családostól, szülők eljöhetnek, baráti körök eljöhetnek, és hogy látjuk a hangulatot, igen jó a hangulat, tehát öröm számomra, hogy megnyitottuk a jégpályát. A pálya hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra 30 perc között, pénteken 14 és 21 óra között állnyitva az érdeklődők számára. Hétvégén sem kell korizás nélkül maradnia senkinek. Szombaton reggel és este 9 között, vasárnap pedig 10 és 18.30 között lehet birtokba venni a pályát. A hétfői megnyitón gyerekek avatták fel a Kori szigetet. Már koriztam, 5 éve járok minden évben korizni, és hát egy kicsikét lehetne nagyobb a pálya, de amúgy nagyon jó. A várkerti jégkorcsolya pálya február végéig áll a sportolni vágyók rendelkezésére. Petárdát és cigarettát próbált becsempészni az országba egy ukrán férfi Beregsuránynál, Záhonynál pedig marihuána gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy mikrobuszban. Beregsuránynál mintegy 800 petárda és 200 doboz cigaretta került elő egy ukrán férfi autójából. A sofőr ideges viselkedése keltette fel a pénzügyőrök gyanúját. A pirotechnikai anyagot a csomagtér és a hátsó ajtók kárpitja alá rejtették. Záhonynál kétes csomagot találtak a pénzügyőrök egy Olaszországba tartó 5 fős társaságnál. A csomagok átható illata keltett gyanút. Az utasok állítása szerint egy barátjuk megbízásából szállították a küldeményt, a doboz tartalmát azonban nem ismerték. A megcímzett csomagban talált különböző növényi részekre a cannabis teszt pozitívan reagált. A petárdát, a cigarettát és a 230 g kábítószer gyanús anyagot a pénzügyőrök lefoglalták, és kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt feljelentést tettek a rendőrségen.
Mától pályázhatnak a nyugdíjasok az Erzsébet program jövő évben felhasználható üdüléseire. A beadás december 18-ától hétfőtől egészen 2018. január 19-éig tart, kizárólag elektronikus úton az oldalon. Jelentkezni azok tudnak, akik betöltötték 60. életévüket, és nyugdíjuk havi teljes összege nem haladja meg a 147.000 forintot, illetve nem rendelkeznek további adóköteles jövedelemmel. A nyertesek 5 nap, 4 éjszakára vagy 4 nap, 3 éjszakára kaphatnak támogatást, szezontól függően. A pályázókat legkésőbb 2018. január 24-éig tájékoztatják az eredményről. Károly Sándor és feleségének levelezése jelent meg a Szabolcs megyei levéltár gondozásában. A témáról hamarosan, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Sikeres felkészülési időszakon van túl a Kisvárda női NB1-es kézilabda csapata. Az együttes 5 napos edzőtáborban vett részt Balmazújvárosban, amelyet a Debrecen elleni győztes mérkőzéssel zárt. Ezt követően Békés Csabán 2 edzőmérkőzés szerepelt a programban, amelyeket ugyancsak megnyertek Máté Fieszter lányai. A héten a szlovén Krim Ljubljana lesz a Kisvárda vendége, közös edzés és felkészülési mérkőzés vár a két csapatra. Csoportrangadó várt vasárnap a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapatára az NB1-ben. Horváth András együttese az eddig hazai pályán veretlen Kaposvár otthonába látogatott. A nyíregyháziak végül könnyedén arattak 3-0-ás sikert, ezzel csoportjukban bebiztosítva az első helyüket. Ötszáz példányszámban jelent meg a 18. század egyik meghatározó személyiségének, Károly Sándor, illetve feleségének, Barkóczi Krisztinának levelezése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár gondozásában. A publikáció a Károlyi család és a szabolcsi emberek életét mutatja be 1712 és 1724 között. A levéltár feladata, hogy segítse a helytörténeti írásokat egyrészt előadásokkal, másrészt pedig forrásoknak a közzétételével. Most egy olyan forrás sikerült Kovács Ágnes történésznek köszönhetően közzétennie a megyei levéltárnak a Károlyi időszakról, amely a szabolcsi vidéken keletkezett. Nem csak a Károlyi család életét és az akkori politikai helyzetet mutatja be, hanem azt is, hogy 1712 és 1724 között milyen volt az élet vidékünkön. Bennünket ért most az a megtiszteltetés, hogy Kovács Ágnes ránk bízta az ő kéziratát, mondhatnám azt is, hogy nekünk ajándékozta, hiszen a levéltárnak csupán arra volt lehetősége, hogy a Nemzeti Kulturális Alap segítségét kérje a kiadáshoz, és így lettünk mi ennek a kötetnek a kiadói. A publikáció a 18. század egyik meghatározó történelmi személyiségének, Károly Sándornak és feleségének, Barkóczi Krisztinának a levelezését tartalmazza. Az első és a második kötet kutató munkái több évtizedbe kerültek a történészeknek. Az első két kötet, amely a Károly Sándor leveleit tartalmazza, egyszerre látott napvilágot már 1994-ben, azóta aktuális tulajdonképpen, és engem nagyon nyomasztó adósság a feleség leveleinek a kiadása, amelyre két részletben került sor. Az első kötetet 2011-ben, tehát az 1711. évi szatmári megegyezés alkalmából sikerült kiadni. Erre inspirált is a Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulója, és hát az eredeti tervekhez képest kicsit késéssel, de ez évben megjelent a második kötet, amely Barkóczi Krisztinának az 1711 és 1724 között, tehát a haláláig írott leveleit tartalmazza. Kötet 500 példányszámban jelent meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár gondozásában. A könyvbemutatókon és könyvtárokban olvasható, kereskedelmi forgalomban nem kapható. Sikeres felkészülési időszakon van túl a Kisvárda női NB1-es kézilabda csapata. Az együttes 5 napos edzőtáborban vett részt Balmazújvárosban, amelyet a Debrecen elleni győztes mérkőzéssel zárt. Ezt követően Békés Csabán 2 edzőmérkőzés szerepelt a programban, melyeket ugyancsak megnyertek Máté Fieszter lányai. A héten a szlovén Krim Ljubljana lesz a Kisvárda vendége, közös edzés és felkészülési mérkőzés vár a két csapatra. A válogatott szünet ellenére sem tétlenkedtek Kisvárdán, a női NB1-es kézilabda csapatnál. A bajnoki megszakítást aktív felkészüléssel töltötték,
A válogatott játékosok nélkül előbb Balmazújvárosba utazott az együttes 5 napos edzőtáborba, ahol napig 2-3 edzés szerepelt a programban. A szakmai stáb erőnléti és taktikai jellegű tréningekkel készült, illetve a bajnokság 10. helyén álló Debrecen ellen egy edzőmérkőzés is várt a lányokra, amelyen 1 gólos győzelmet arattak. Balmazújváros követően pedig Békés Csabára utazott a Kisvárda, ahol 2 edzőmérkőzést vívott a szintén NB1-es együttessel, előbb 27-23-as, majd 30-28-as sikert aratva. Én úgy gondolom, hogy fokozatosan nehezedő ellenfelekkel sikerült így a jó tartalommal megtölteni a felkészülési időszakot. Sok munkát elvégeztünk, azok a játékosok is több lehetőséget kaptak, hogy jobban formában jelentőjenek, ugyanis ugye januárban 6 mérkőzés vár ránk összesen, kupamérkőzésekkel együtt, ami igen fontos mérkőzések, hogy szükség lesz nagyobb forgatásra, ugye, rotálásra a csapaton belül az ilyen terhelés mellett, és nagyon jó lehetőség volt, hogy formában jönnek azok is, akik kevesebbet játszottak. De a juniorok is lehetőséghez jutottak, hiszen a felnőttekkel tarthatott a fiatalabbak közül Papdóra, Balogh Petra és Nagy Nikoletta is. Ezen kívül a sérüléséből felépült Marincsák Nikolett is csatlakozott a kerethez. Az ő terhelését fokozatosan emeljük. Hála Jóistennek jó szállt vissza a mérkőzésekbe is, az edzés munkába is. Békésebben egyre maga biztosabban. Ugye neki még azért egy kicsit tudatalatt a sérülését is hátra kell hagyni, hogy ne féltse a lábát. De mind a két meccsen igen hasznosan játszott. Természetesen még nem tudott annyi játékidőt vállalni, mint az előtt. De ezt be kell osztani, és fokozatosan, amikor nekünk igazán szükségünk lesz rá, és ugye ebben a többiekre is januárban. A jelenleg 8. helyen álló Kisvárda december 30-án folytatja a bajnokságot, hazai pályán fogadja a 3 mérkőzéssel többet játszó 2. helyezett Érdet. Előtte azonban még a héten kedden és szerdán a Bajnokok Ligája résztvevő Szlovén Krim Ljubljánát látja vendégül a Kisvárda, amellyel közös edzést végez majd, illetve 2 mérkőzésen is pályára lépnek egymás ellen a csapatok. Csoportrangadó várt vasárnap a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapatára. Az NB1-ben Horváth András együttese az eddig hazai pályán veretlen Kaposvár otthonába látogatott. A nyíregyháziak végül könnyedén arattak 3-0-ás sikert, ezzel csoportjukban bebiztosítva az első helyüket. A hétközi Asterix elleni CEF-kupa mérkőzés követően a bajnokságban igazi csoportrangadó várt a Fátum Nyíregyházára Kaposváron. A nyírségi csapat már szombaton elutazott Somogyba, hogy megfelelően fel tudjanak készülni az otthon igen harapós Kaposvár ellen. A mérkőzésen az első szett elején még szorosan alakult az eredmény, vezetett is a Kaposvár, de aztán megléptek a nyíregyháziak, és simán nyerték az első játszmát. A második szettben aztán Vágyez irányításával 25-15-tel zárva már könnyedén alakították 2-0-ra az állást Horváth András lányai, akik aztán a harmadik felvonásban is jobbnak bizonyultak, így végül 3-0-val térhettek haza. Ezzel a Fátum nem csak megfosztotta a hazai veretlenségétől a somogyi együttest, hanem bebiztosította első helyét is az NB1 B csoportjában. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék a Máté Szalkai emberölési kísérlet vádlottját. Az ítélet nem jogerős, a vádlott feltételes szabadlábra nem bocsátható, ezen kívül köteles megfizetni az eddigi több mint 317 000 forint bűnügyi költséget is. A vádlott egy törvényellenes bűnelkövetői csoport tagja volt, amely 2014. november 10-én este megtámadott egy Máté Szalkai lakost. 15 darab hűtőszekrényt adományoz több mint 1 millió forint értékben az Electrolux nyíregyházi gyára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháznak. A multinacionális cég az elmúlt években is segítette a kórházat, kiemelkedő a társadalmi felelősség vállalása, hangzott el a kórház sajtótájékoztatóján. Megnyílt a jégkorcsolya pálya Kisvárdán. A helyi önkormányzat és az Alkossunk Várost Alapítvány közös munkájának eredménye a Kori Sziget, amelyet délelőttönként ingyenesen használhatnak a gyerekek. A pálya február végéig működik majd a vár mellett. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 18-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Holnap hideg száraz időre lehet számítani. A fölöttünk elhelyezkedő magassági hidegörvény holnapra észak-kelet felé kissé eltávolodik tőlünk, és alacsonyabb nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északi a szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökig jellemzően száraz, de hideg időre van kilátás, rövid napos időszakokkal. Csütörtöktől a hétvégéig több időjárási front is érinti térségünket, ezért változékony idő várható havazással, majd havas esővel, esővel. Nagy mennyiségű csapadékra nem kell számítani, de többször is eshet. Ezzel együtt megenyhül az idő, és a hét második felében éjszakánként csak gyenge fagyok várható, napközben pedig az 5 fokot is eléri, vasárnap meg is haladhatja a hőmérséklet.